Üdv Béláim! Ez itt a Mértékrend kísérleti adás, amely legalább annyira kísérleti, mint idehaza a Kádár-Horthy konklúzió. A hét vezető eseménye természetesen a belarusziai elcsalt választás, az azt követő tüntetés hullám, ami ugyan arrafele már szinte a szertartás része, de most úgy tűnik tényleg történik valami. Разобрался, в чем там проблема? Я вас избивать не буду. Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Van egy mondás, miszerint fogjon veled kezet az Orbán Viktor, urabak nem sokkal látogatása után meghalt, Berlusconi lemondott, Fico elbukta a választást, Viktor Janukovicsot elkergették, úgy néz ki, hogy Lukasenko elvtárs sem ússza meg a turáni átkot, szóval nem lennék a helyében, ha Putyin ismét közös ásásra invitálja. A köztévé tiltakozásul nem sugároz adást, a gyárak beszüntették a munkát, a programozók emigrálással fenyegetőznek, egyes labdarúgók pedig nem lépnek pályára, amíg az elnök nem lép hátra. Most óvatosan elképzeltem, hogy a Puskás Akadémia 2018-ban megtagadta volna a csetlés botlást, amikor hirtelen elérhetetlenné vált a választási honlap. A hazai patinás közpénzből lázadó véleményvezérek még nem igen tudták eldönteni, hogy 2006-ozzanak vagy a háttérben meghúzódott Gyurcsány szárról beszéljenek. Valahol el kell kezdeni az európai közélet megtisztítását a túlnyert TSZ elnököktől, és mivel a kedves elvtárs úr a holtestével fenyegetőzik, igencsak közeleg a Ceausescu lezárás 4K-ban, ha így folytatja. Közben az Arion Greens tagjai hihetetlen bátorságról és férfiasságról tettek tanúbizonyságot. Mikor gyulladásra bírtak egy szivárvány zászlót, melynek hatására a magyar nők döntöttek a karrierizmus mellett, és egészséges férfiak másztak egymás ágyába. Ezt követően persze Novák előtt sem volt rest. Fel a győzelemre, elég volt a homoszexuális provokációból, és a homoszexuális propagandáról. Magyar családok védelmében. Így van. Jó, gyere, elő. Miután a katonás posztjait már mindenki unja, úgy döntött, illene látszani. Pride meg idén nem lesz, hogy letudja az évi egy férfias pózolást, ezért ő is lopott egy zászlót, majd tátran elfutott. Túlként futott a hegyen is túl, a borba hasalt és talpat is nyalt. Valaki már elmagyarázhatná, hogy hogyan tudja egy zászló bántani a magyar családokat. Vagy éppen ő bennükkel bűnös gondolatokat, mint a Vikában a vörös posztó. Boldog István a vadhajtások lelkes támogatója és azon kevés kormánypárti politikusok egyike, akinek már szerintük is gázfalazni, reggeli tojásokról posztolt versengve német Sziszivel a kevésbé összetettek lelkéért. Ismét birkafejet fogunk enni. Tudjátok, nem az bánt, hogy egyszerű embereknek akarnak látszani, hanem az, hogy ezt is végtelen hiteltelenül teszik. Esős héten kovászos uborkát érlelni, majd három nap múlva teszkós, vecsési, savanyúságos dobozzal pózolni nem menő. Párhuzamosan a Voldemort boldog Simonka triumvirátusból a jegesföldes csákányoztató dinnye mágus igen szépen visszafenyegetett az őt felnyomóra. Azért kíváncsi lennék rá, hogy mere akkorát mondani, mivel kockáztathatja a kecskeméti luxus parkettás bőriben való elhelyezését. És végül a Knorr átnevezi cigojner szósz termékét, nehogy rasszistának tűnjön. Nyilván ők is, mint minden nagyon progresszív és PC nagyvállalat, a kisebbség és nemzetiségi munkásokat anyagilag megfelelően honorálják, az alapanyagokat nem rabszolgatartásból szerzik be, mindenféle rendkívül hasznos felzárkóztató programokat támogatnak, és nem csak pózolnak a pénzesebb ultra progresszív fogyasztók megnyerése céljából. Ezt az adást Jeszenszky Zsolt nagy gondolataival zárnám, természetesen az ő közegében senki sem került kábítószerfogyasztás gyanújába, abszolút hűségesek és családcentrikusak, nem egy homofób és antiszemita meleg zsidó tanai szerint alakították a gyűlöletkampányt, rengeteget dolgoznak, mielőtt politikusnak állnak, és klasszikus irodalmat olvasnak, meg persze a szotyolát is késsel villával eszik. Tartsatok mértéket!